Sziasztok! Újra itt vagyok, elég régen volt most videó, szerelgetős videó már még régebben, úgyhogy szerelgessünk! Ha érdekel, majd jöttek velem! Kínából rendeltem egy terméket, ezt fogom beépíteni az autóba. Ez a termék, ez kettő darab gázteleszkóp a motorháztetőhöz. Mivel nekem van elő csomagtartó, és én ott tartom a töltőkábeleket, ezért úgy gondoltam, hogy egy ilyet vásárolok. Ez az AliExpressen lett megrendelve, kb. Egy hét alatt kijött. A felirat szerint Frankfurtból jött, úgyhogy valószínűleg ezért volt, hogy ilyen gyorsan megjött. Úgyhogy ezt fogom most beszerelni, és ezt fogom nektek megmutatni, hogy ezt hogyan kell beszerelni. De még miért nekiállunk, kell még egy alkatrész rendelni az autó a beszereléshez, méghozzá kettő darab ilyen csavart, mivel a motorháztetőt, amivel hozzáfogatják a zsanérhoz, az elég rövid ez a csavar, és hogyha alá tesszük ennek a konzolját, akkor már éppen hogy csak belekap a menetébe, és az nem túl biztonságos. És ezért kell egy hosszabb csavar. Na, megyünk a motorháztetőhöz, és szereljük be ezeket. Egy L. Egy R. A gyári, és amit venni kell.
bekerültek a teleszkópok. Igaz, rövidebb idő alatt is be lehetett volna tenni, hogyha kicsit figyelmesebben elolvasom a képeket a leírásba. Igazából csak képek voltak. De hát nincs jelentősége. Az a lényeg, hogy bent van, működnek. Reméljük jó hosszú ideig, de ez majd kiderül. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot rá, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videónál. Sziasztok!